Hello, hello mindenkinek, az érdeklődőnek, aki szeretné megnézni, átnézni, megvásárolni ezt az autót. Mondom, nagy vonalaiban, hogy mit tudunk erről az autóról. Ez egy jobb oldalán sérült jármű, amit letároltak egy ideig, és ott szépen szétlopkodták az autót. Lelopkodtak róla mindenféle dolgokat, akár a tükröket is, illetve a belsőből sok mindent. Az autó klímás lenne, a klímakompresszort is lelopták róla, ahogy az illik. Az autó 2005. 4. havi az autó, 5 ajtós, 1.3-as és 95 lovas az autó. Elkezdték visszaépíteni a dolgokat, valamit ellopogattak, tehát tettek bele hátulra sárvédőt, illetve hátsó ajtót. A belsőt is megmutatnám. Itt is van ugye sajnos leszedve egy kárpit, egy bal első kárpit. Nézem a többi részét is. Amúgy egy nagyon komolyan felszerelt autó lenne, hogyha nem lenne ennyire hiányos multikormányos verzióban van itt előttünk. Sajnos a középkonzolt is lenyúlták belőle, hiszen ez egy klíma nélküli műszerfa, és ez sajnos ez egy klímás autó lenne. Itt vannak a kulcsai, amit én meg is tudok mutatni önöknek, hogy hogy is indul ez az autó, ha meg tudom szétszerelni. Tehát itt van ez a kis Suzukánk, és akkor nézzük a kulcsait, hogy indulnak is. Teljesen hibátlanul indul a motor, és jár benne az autóban a motor, és akkor meg is mutassuk, hogy ez szépen és csendesen jár az autó motorja. Vállalkozó kedvű férfi embereket várunk, hogy esetlegesen ezt az autót összerakosgassák és összeépítsék. Remélhetőleg jó áron adjuk, érdemes befektetni egy kis munkát és pénzt. Természetesen itt az M3 autóparkban, Szent Mihály 90 számon az autó áttekinthető, akár meg is lehet próbálni itt egy pár méteren, hogy tényleg az autó egyben van, és ez egy működő autó. Tehát jöjjenek el hozzánk, M3 autópark, autókereskedés.